az átmeneti szálló és a családok átmeneti otthonának tennivalóiban, valamint a népkonyha ételosztásaiban is segítenek önkéntesek az oltalom szeretett szolgálatnál. Munkájuk így az adventi időszakban különösen jól jön, ahogy azok a felajánlások is, amelyekből szerencsére mindig van bőven. Karácsonnyal, karácsony közelettével azért mindig akár az élelmiszeradományok, akár a ruhaadományok azért erőteljesebben jelen vannak, de vannak teljesen spontán, tehát valamelyik alkalommal itt egy vasárnap délután hívott föl valaki egy városi rendezvényen, hogy megmaradt nekik egy csomó gulyásuk, és azt hova lehetne kivinni, és hát nyilván a családok átmeneti otthonába sok éhes gyerek van, és oda szállították ki. Tehát ezek a fajta segítségek is mindig nagyon jól jönnek azoknak, akik szükséget szenvednek. A szeretett szolgálat minden egységében lesz idén is karácsonyi ünnepség. Ez azért is fontos az itt élők számára, mert a karácsony mindig egy nehezebb időszak számukra. Jobban felerősíti bennük a családhoz, közösséghez tartozás hiányát. Mi azt igyekszünk pótolni, amit pótolni persze nem tudunk, hogy ilyenkor egy kicsit összejövünk, együtt vagyunk velük, próbálunk rájuk jobban odafigyelni, ajándékot kap, minden ellátottunk az intézménytől, tehát hogy ők sem maradjanak ajándék nélkül. Hát egy kicsit azt tudom erre mondani, hogy intenzívebben próbáljuk ezeket a sebeket kezelni és gyógyítani, és én azt gondolom egyébként, hogy ezek gyógyulnak is, és néha egyébként, ahogy ők egymást megajándékozzák, meg egymásra figyelnek ezekben a napokban, az is egészen megindító tud lenni. Az ellátottak maguk is készülnek zenéléssel, közös műsorral az ünnepre, amelyet több helyen előadnak, ezzel hálálva meg a másoktól kapott segítséget.